Ilyen éles jó. Tudod, hogy magyarul bocsánat. Bűnözők vagyunk, vagy mi a lófusz? Senki nem mondott ilyet. Bűnözők vagyunk. Hát akkor miért jön éles? Éles. Hát mi van, meg állarcan? Mi a faszé jöttök? Azért, mert engem ide küldtek. Persze, és akkor azt mondják, hogy nőjél akkor előtt. Uram, nyugodjon meg. Igen. Egyen nem lőttek. Hát akkor jó, ne. Egyelőre. Gyere ide vicces kamerával. Számukat és a nevüket legyenek olyan kedvesek bemondani. Meg az arcokat. Magyar ellenesre felettük, hogy mi van. Mi csak védjük magunkat, a jogainkat. Semmilyen intézkedés nem kezdeni. Hát nem, de látom, de fenyegetően lépett fel ellenünk. Így van. Azzal a géppisztolyjal már, bocsánat. Áll arccal. Egyedül ön kiabál meg az úr. Nyilván igen, mert félünk attól a géppisztolyjal. Én nagyon félek. Hát nyilván. Akkor nem tudjuk félni, ha visszamegy a lakonyába. Nem kell félni a géppisztolyjal. Lehet, hogy nem tud magyarul. Tud magyarul az úr? Elmenni oda, és elmegyünk oda. De hát azért ne vicceljen már, én is lőttem, nem volt ilyen modern, azért innen bárkit leszednék vele. Jó, hát ez elég nagy baj, hogy önök itt állnak, mi meg ott állunk. És az miért baj magának? Hát azért, mert önnél van egy éles lőfegyver. És nem merik vállalni az arcukat. Magánál nincsen. Nincsen, semmi. Nem akarom átvizsgálni, csak kérdezni, hogy mondanak tudnak. Hát nyilván elég jól látszik, hogy önnála van, nála meg nincs. Hát az látszik, hogy önnél így most a kezében nincs. Mert elférni, bedugtam volna, de bocsánat, ezt egy ekkora. A rendőröknek van igazolványuk, jelvényük számít. Igen, kérem szépen ezeket. Nem igazolni, tudjuk, hogy kik ők. Jó, kérjük az igazolványt, felvényszámot. Gyerünk.